Üres volt a jegyzőszéke a csütörtöki közgyűlés idején, de nem csak most, már március végén sem vett részt az ülésen dr. Gábor Ferenc. Akkor derül ki, hogy néhány nappal korábban Szekszárd polgármestere táppénz alatt próbált felmondani neki. A Fidesz helyi frakcióvezetője szerint ez hatalmas hiba volt. A hivatalvezető ugyanis rengeteget és jól dolgozott a városért és a fejlesztések érdekében. Máté Péter azt mondja, így volt ez az épülő uszoda esetében is, vagyis abban a tárgyalássorozatban, aminek során sikerült elérni, hogy a beruházást és a későbbi üzemeltetést átvegye a várostól az állam. Jól dolgozó, szakmailag úgy gondolom, hogy kiváló jegyzőt a polgármester eltávolította a hivatalból. Mikor ezt megtudtam, akkor a szándékot, akkor én elmentem a polgármester úrhoz, és kértem, hogy ne tegye, vonja vissza ezt a... Nem sikerült, úgyhogy a közgyűlésen, a március 30. közgyűlésen döntöttünk arról, hogy akkor a polgármestertől a hatásköröket, amiket a különleges jogrend alatt magához vont, és gyakorlatilag ő egy személybe döntött nagyon sok gazdasági dologról, ezeket bizottsági hatáskörbe tesszük. Máté Péter ezért arra kéri a polgármestert, erősítse meg hivatalában az azóta is táppénzzel levő dr. Gábor Ferencet. A frakcióvezető egyébként azt mondja, Ács Rezső és a kormánypárti képviselők között nem most kezdődtek az ellentétek. Ennek első jele az volt, hogy a polgármester 2019-es megválasztását követően nem ült be a közgyűlés Fidesz frakciójába, később pedig nem egyeztetette a párttársaival a döntések előtt. A Fidesz frakciót kizárta mindenféle döntés előkészítésből, soha nem beszélt meg velünk semmit, a véleményünket nem kérte ki, a különleges jogrend alatt pedig szinte azt kell mondanom, hogy fölöslegesen dolgoztatott bennünket, mert a javaslatainkat javaslatnak tekintette, de a döntéseiben nem jutette be. Emiatt Máté Péter szerint arról sem tudnak, milyen és hány szerződés köttetett a Városházán az önkormányzati képviselők megkérdezése nélkül. Pénzügyi bizottsági elnökként ki fogom kérni az egész eddigi kifizetéseket, hogy tisztán lássuk azt, hogy a polgármester úr hova, mire költötte a pénzt, amiről nem tudtunk, mert egy személybe dönthetett ezekről a dolgokról, és ezt mindenképp ki fogjuk kérni és átnézzük. Szekszárdon a közgyűlés egyébként május 4-én ülésezik legközelebb.